munkának meglett a következménye, megszűnt az áramlopás. Miskolcon vagyunk, Szarkahegyen, a Tulipán utcában, és akik követik a munkásságomat, azok tudják, hogy tavaly mintegy háromszor voltam ezen a helyszínen áramlopás kapcsán. A mellettem lévő villanyoszlopról folyamatosan lopta egy közelben élő ember az áramot, és nyilván, amikor erről a tudomást szereztem, akkor értesítettem a hatóságokat, akik jöttek és lekötötték a lopott áramot. Ráadásul ezzel nem csak az áramot lopta, hanem bizony komolyan veszélyeztetette is a környezetében élőket, hiszen, mint mondtam, másnak a portáján vezette át a áramot, életveszélyt is okozott, illetve a környéken élnek gyermekek is, ezért a gyermekveszélyeztetés is megjelent a történetben. Viszont az is jól látszik, hogy ennek a komoly hatósági munkának meglett az eredménye, hiszen most már elmondhatjuk, hogy immár hónapok óta megszűnt az áramlopás, és így helyreállt a törvényes rend. Ebből egyébként az pontosan jól látszik, hogyha a hatóságok folyamatosan és következetesen végzik a munkájukat, akkor bizony ennek van eredménye, még azokon a területeken is, ahol külterületeken egyébként nehéz rendet tartani, azokon a területeken, amelyeket egyébként no-go zónáként szoktam jellemezni. Nem véletlen, hogy a mi hazánknak az egyik nagyon fontos programpontja a hatósági munka hatékonyabbá tétele, tehát mindamellett, hogy azt gondoljuk, hogy szigorúbb törvényekre van szükség, szükség van a gyermekvédelem reformjára, azt is gondoljuk, hogy hatékonyabbá kell tenni a hatósági munkát. Ugyanis azt látjuk nagyon sok esetben, hogy a hatósági munka nem mindenhol megfelelő, nem mindenhol kellőképpen hatékony. Éppen ezért azokon a településeken, amelyeket a Mi Hazánk mozgalom polgármesterei vezetnek, illetve ahol jelen vagyunk, akár önkormányzati képviselőként, ott folyamatosan arra törekszünk, hogy hatékonyabb legyen a hatósági munka. Nyilván van ezért is fontos 2022-es választás, hogy bekerüljön a Mi Hazánk mozgalom a parlamentbe egy olyan harmadik erőként, amelyik a rend pártjánál, hiszen jól látszik, hogy az elmúlt 30 év kormányai bizony nem tudtak rendet tenni, mi pedig nem csak beszélünk róla, hanem teszünk is érte, és pontosan ezért fontos az, hogy olyan harmadik erő legyen a magyar parlamentben, amelyik megakadályozza a no-go zónák terjedését, sőt, a jog eszközeivel fel is számolja azokat.